és tart elindult a verseny, elég gyengén indult Vaslédi, a régen látott Vasléti, illetve Csokító STS. Hát nagyon nehéz helyzetbe hozták magukat, négyen vannak elől, és hát hogyha jó tempót mennek ők négyen elől, akkor bizony nehéz lesz a zárkózás. Mazsaret Torna Jankával diktálja a jó erős, jó közepes tempót, mögötte Grand Darge színei tűnnek föl Rubos Borokával, majd jön az orosházi Kriminális és Koricsánszki Virág, majd a tavaly amatőr champion Mayer Cynthia és Brian a vezető négyes libasorban, és megkezdik a gyengén kezdő lovak a zárkózást. Vaslédit régen láttuk, de a tavaly jó átlag formájával számítan a Török Annával szépen lassan zárkózik, és Csokító STS pedig Benes Lórával a mezőny végén egyelőre. Mazsaret diktálja az erős tempót. Mazsaret most egy picit rövidebb távon fut, és jó lehet, de Grand Darge is ott van mögöttek Rubos Borokával. Ne felejtjük, azért mégsem a nemzeti díj, ahol fut, és hát van előtte ló, és szemre sokkal könnyebben megy, mint a vezető Mazsaret. Grand Guard vezetésével jönnek majd az üldözők, de nem nagyon tudnak ezek az üldözők jönni. Kriminális tartja egyelőre a harmadik helyét. Két külön versenyt látunk, ketten a győzelemre hajthatnak, Mazsaret, illetve Grand Guard. Grand Guard könnyebben jön, de hát még meg kell előzni Mazsarettet, és úgy tűnik, hogy a 300-as táblához érve most már föl fog menni mellé fejt. Kriminális pedig, ha így folytatja, elcsíphet majd egy harmadik helyet. Mazsaret mellé, hogy fölért a ló, az ellenfél nem nagyon akarja magát megadni a távolstopnál, szép küzdelem alakul ki, és jön Kriminális. Kriminális lépésről lépésre közelít, miközben Grand Guard most már átvette a vezetést. Nagyon elfáradtak a lovak, nem különben a lovasok. Grand Guard még az élen, Kriminális jön, és ha még van egy-két lépés, akkor Kriminális le is takarja. Kriminális! Micsoda verseny a végén. Volt krimi bőven, és az utolsó galopugrásnál az orosházi Kriminális megnyeri a futamot.